nagygyűlés lesz csütörtökön, mondja Bokros Lajos elnök, ahogy jön, és akkor majd meghirdeti a maga harcát. A MOMA elnöke, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem MOMA, de a MOMA-hoz fohászkodnak-e sokan? Van-e táboruk? Igen, gyarapodik a táborunk, és csütörtökön, mint már említettem, délután 16:30 nagygyűlést tartunk. Erre szeretettel hívunk mindenkit, a Nemzetközi Üzleti Főiskola tárogató út 2-4 szám alatti színház termében stratégiát bontunk. Elvesztem a fonalak között, most majd megkeresem a fonalamat. Ha most azt rakják ki az óriás plakátra, Pusztai Erzsébettel, mert ketten láthatunk Igen. rajta, hogy ha nem vagy balos, akkor szavazd a MOMA-ra. Nem ez van ráírva. Csak az van ráírva, hogy igen, lehetséges, eleged van, de nem vagy balos. Na, hát igen, de hát ez, ebből azért bizonyos dolgok következnek. Tehát ha valaki nem balos, akkor miért szavazzon Bokros Lajosra? Azért, Bokros Lajos jobbos? Azért, mert a Modern Magyarország mozgalom az egy jobb-közép, konzervatív, európai elkötelezettségű és nemzeti ihletésű párt. És ilyen nincs más a magyar politikai palettán. Van a magát új konzervatívnak hazudó, új kommunista, populista, etatista Orbán kormányzat, van a szélső jobb oldal. Új kommunista? Így van. Ezt a szót én használtam először, és most már látom, hogy nagyon sokan átvették, hiszen ez a kormány, ez egy megveszekedetten sztálinista gazdaságpolitikát hajt végre, akarnoki módon tönkreteszi a gazdaságot, szétverte a demokráciát, az alkotmányos jogállamot, tehát minden szempontból a sztálini örökségnek a követője. Hú, elkezdődött a kampány. Nem kezdődött, mert ezt már régen mondtuk, tehát hát igen, de hát semmi azért, új nincs abban, hát amit azért. Elmondtam. Jó, kétségtelen, abban az országban egy jobboldali kormány 39 új adót hoz be, ott a jobboldal meg a baloldal fogalmai összekeveredtek, tehát ezzel szabadon lehet gazdálkodni. De vajon önt elfogadják jobboldalinak azok, akik emlékeznek arra, hogy a Horn kormányban volt gazdasági miniszter? Visszakérdezek. Elfogadja-e vajon a magyar társadalom Orbán Viktort jobboldalinak? Szerintem ezzel nem gondolkoznak, elfogadták. Jó, akkor viszont én erre azt mondom, hogy Magyarországon keveredtek össze a fogalmak. Engem elfogad a brit konzervatív párt teljes jogú képviselőnek és részének annak a bizonyos európai parlamenti konzervatív reformer frakciónak, amiben ülök. Pontosan azért, mert mi vagyunk Magyarországon az egyetlen olyan párt, amelyik a nyugat-európai értelemben vett konzervativizmust képviseljük, tehát a piacgazdaságot, a versenyt, a kapitalizmust, az Európai Uniót lebontani, szétverni a mesterséges monopóliumokat. Ennek pont az ellenkezőjéről szól az Orbán kormány, ők utálják a piacgazdaságot, utálják a kapitalizmust, a zsigeri gazdagok elleni gyűlöletre játszanak állandóan, ki akarják hajszolni a bankokat, a külföldi vállalatokat az országból is mesterséges monopóliumokat építenek. Na ezért hívjuk őket új kommunistának. Nem mi állunk a fejünk tetején, hanem a politikai kultúra Magyarországon, és ezt szeretnénk mi a fejéről a talpára állítani. Az egy szép feladat lesz. Azt mondták korábban, mondom, hogy elvesztem a részletek között, hogy akkor indulnak a választáson, hogyha teljes lesz az összefogás. Igen. De az összefogás nem lett teljes, pont önöket egyébek mellett még egy-két más párt. Nem is indulunk a magyarországi kiraptak. Választáson. Akkor ez a kampány, ez most mire szól? Ez a kampány arra szól, hogy egyrészt megismertessük a magyar választókat azokkal a konzervatív, jobb-közép, európai ihletésű és nemzeti érzelmű érvekkel, eszmékkel, gondolatokkal, politikai kultúrával, amit a Modern Magyarország mozgalom képvisel, és ez jó alapot ad nekünk arra, hogy majd az európai parlamenti választáson induljunk, ami május 25-én lesz Magyarországon. De nem lenne fontosabb itt Magyarországon megméretni magyar közegben a politikájukat? Tehát hát fontosabb értem, lenne. Az Európai Unióban fontosabb ül lenne. Most is a parlamentben, és nem a magyar parlamentben ül itt Budapesten, de az a választóiknak az egy elég erős hívó szó, hogy igaz, hogy itthon nem méretjük meg magunkat az országgyűlési választáson, de szavaz ránk az európai parlamenti választáson. Fontos lett volna, de nem mi tehetünk arról, hogy a magyarországi választáson nem tudunk indulni. Én október 23-án, az ellenzéki összefogásban, ami most még egyszer mondom, október 23-án a színpadon elmondtam, hogy óriási felelősséget vesz magára az is, aki külön indul, meg az is, aki másokat kizár az együttműködésből és az összefogásból. Mi nem indulunk külön, következésképpen ezt a felelősséget nem vállaljuk, mert ez az Orbán kormány megmaradására, a megmaradását segíteni és az ő malmukra hajtaná a vizet. Az, hogy a
baloldali összefogás miért zár ki minket a további polgári demokratikus magyar összefogásból, azt tőlük kell megkérdezni. Hát te csak megkérdezte tőlük. Nem, én nem tudok megkérdezni tőlük semmit, mert nem válaszolnak az e-mailekre se. Na, ez is egy válasz. Akkor másképp kérdezem, miért nevezik önöket komolyan? Tessék? Miért nem veszik őket önöket ezt komolyan? Ezt tőlük kell megkérdezni. Beállt volna? Mesterházi Attila attól mögé függ. Mondjuk ebben attól a szombati nagygyűlésben attól mutatott függ. Mi azt mondtuk végig, erre vonatkozott a novemberi videóüzenetünk, erre vonatkozott a decemberi levelünk, amire azóta se kaptunk választ Mesterházi Attilától, illetve Bajnai Gordontól, csak Gyurcsány Ferenctől egyébként, aki azt mondta, hogy ha mindenki összefog, akkor természetesen a MOMA-nak is ott a helye. Erre a levelünkre mondom még egyszer, nem kaptunk választ, azóta is várjuk a választ, de nem ez a lényeg, mi azt mondtuk, hogy először a programról és az üzenetekről kell egyeztetni. Ez nem érdekelt senkit, hanem kizárólag a pozíciók elosztása. Miután mi azt mondtuk, hogy mi nem akarunk indulni akkor, hogyha külön vagyunk, ezért úgy gondolták, hogy minket egyáltalán nem érdekel semmilyen pozíció következésképpen, ez lehet az érdekelte egyik volna önöket? A pozíció maga? Akkor, ha a programba előtte megegyezünk. Vannak olyan programpontok, amik szemmel láthatólag ennek az összefogásnak is a programjában szerepelnek, és önöknek is fontosak? Tehát vannak hát, közös többszörösek már? Igen, biztos, hogy vannak, mert hogyha első helyre tesszük például az alkotmányos jogállam helyreállítását, és azt konkrétan lebontjuk, ahogy a MOMA-nak ez a felhívása is megjelölte, hogy ebben az alkotmányos jogállam helyreállításban az egyik legfontosabb, legsürgősebb feladat az, hogy egy új választási rendszer dolgozzunk ki, amely lehetővé teszi, hogy kényszerkoalíciók képzése helyett minden párt önállóan a saját értékei, filozófiája és értékrendje szerint induljon. Ez például egy nagyon fontos közös nevező, ha úgy tetszik. Ezt még meg lehet vitatni. Hát még mindig csatlakozhatnak ebben. Ez nem rajtunk múlik. Ebben igaza van, de azon töprengek, őszintén szólva, csak ez most legyen nyilvános, hogy mekkora teher Bokros Lajos, mekkora támadási felület ennek az összefogásnak, amit ugye hát az előbb Zsigó Robertet is hallottuk, számtalan igen. Ponton lehet támadni. És mennyire hiteles jobboldaliként beállnia önnek adott esetben a baloldalinak nevezett összefogásba? Nézze, a hitelesség kérdésében azt hiszem, hogy semmilyen szégyenivalom nincsen, mert amikor én kormányzati szerepet játszottam ebben az országban, akkor két dolgot megvalósítottunk. Az egyik az, hogy azt hajtottuk végre, amit ígértünk, másik pedig, hogy ennek az lett az eredménye, amit előre jeleztünk. Tehát a szavak és a tettek, illetve a tettek és az eredmények hézagmentesen összhangban voltak. Ezt azóta egyetlen kormánynak sem sikerült elállítani, sem baloldali, sem magát jobboldalinak hazudó kormánynak Magyarországon. Következésképpen a hitelesség... A kormányzati időszakban. Nem ez a kérdés, a hitelességet kérdezte. A hitelességet kérdezte. A hitelesség tekintetében azt hiszem, hogy mi állunk az első helyen. Akkor nyilván sokan lesznek a nagygyűlésükön. Remélem. Mennyien vannak a momások? Vannak már momások? Elég sokan, hogyha azt nézzük, hogy az interneten hányan követnek bennünket, a Facebookon, a honlapjainkat, hogy nézik, akkor azt lehet mondani, hogy már ez több tízezer. És most ennek a több tízezer embernek nem okoznak csalódást azzal, hogy végül mégsem mérettetnek meg április 6-án? Majd ezt elmondom csütörtökön. Hát mondja már el nekünk most is, hát valamit erre, tehát nem fog akkora meglepetést okozni a véleményével nyilván. Véleményemmel nem fog meglepetést okozni, de nagyon lényeges az, hogy hogyan nézzük ezt a jelenlegi húzakodást a politikában, hogyha úgy nézzük, hogy a fő feladat az Orbán kormány eltávolítása, mert ők nem egyszerűen pusztító és az országra nézve káros gazdaság és társadalom politikát folytatnak, hanem mondom még egyszer, az alapvető probléma az, hogy a demokráciát szétverték, az alkotmányos jogállamot. Abban az esetben, ha az alkotmányos jogállam helyreállításában együtt tudunk érteni és együtt tudunk menetelni, akkor nyilvánvalóan kívülről, megfelelő feltételek mellett a MOMA még mindig tudja támogatni az összefogást. Erre készülnek. Tehát ez az egyik lehetőség. Igazából. Ez az egyik lehetőség. És a másik? Hát a másik lehetőség, hogy ezt az ajánlatot sem fogadják el. Ír egy blogot, a mozgalom blogját. Igen. Ott azt mondta, hogy az 50 ezer forintos alapjövedelem, ami hát hirtelen az MSZP által is támogatható egyfajta baloldali gondolat lett. Na például ebben nem értünk egyet. Igen. Mert hogy ezt az ország nem bírja el, ráadásul olyan minimálbér lenne, mert nagyon sokan egyet értenének, írt, hogy 200 ezer forintos bruttó igen. Minimálbérre lenne szükség, ezt minden minimálbéres boldogan fogadná, csak éppen nem igen. Lenne, aki kifizeti. Pontosan. Na de az egész gondolat úgy, ahogy van rossz, vagy ebben a formájában elvetendő?
Minden formájában elvetendő sajnos, mert a mértéktől nem választható el az alapgondolat. Hogyha azt mondja a írás szerzője, hogy nem 50 ezer, hanem 20 ezer, akkor ezt ma is mindenki megkapja. Tehát akkor nincs értelme erről beszélni. Hogyha azt teszi hozzá az írás szerzője, hogy ezt a gazdagoknak is adjuk, az meg még nagyobb butaság. Tehát hogyha a szegényeknek és a rászorultaknak célzottan adjuk a szociálpolitikát, akkor azt viszont kalibrálni kell és összhangba kell hozni a gazdaság teljesítő képességével, amire egy példa a minimálbér, amit mondtam, hogy minimum duplájára kellene emelni ahhoz, hogy a munkából élők legalább nettó módon kétszer annyit keressenek, mint a nem munkából élők. De nem csak ez a probléma. A másik mondatom, ami ott van szintén ezen a vlogon, nagyon érdekes, hogy olyan körülmények között, amikor egy országban a lakosság egyharmada dolgozik, akkor ehhez a fajta 25-50, illetve 75 ezer forintos létminimumhoz olyan méretű adózásra lenne szükség, hogy ez nem egyeztethető össze az önkéntes szolidaritás eszméjével, hanem olyan kényszer szolidaritásra, durva beavatkozásra lenne szükség, ami megöli a szabadságot és a demokráciát. Tehát ez a javaslat nem csak közgazdaságilag rossz, hanem társadalomfilozófiailag is. Azért azt tegyük hozzá, hogy ebben az MSZP sem állt bele, csak elvi támogathatóságról beszéltek. Mi meg elvi támogatóságot sem gondolunk helyesnek. Viszont az összefogást kívülről is hajlandók támogatni, hogyha ez az összefogás pártjai partnerek. Ez a lényege a mostani. Akkor, hogyha az alkotmányos jogállam helyreállításában megállapodunk azokban a konkrét lépésekben, az 500 napos válságkormányzásban, az új választási rendszerben, a gazdasági romeltakarítás minimumában. Hú, azért ez nem kevés, még első levegőre. Nem bizony. Érdekes tárgyalások lesznek, ha elindulnak egyáltalán. Nem az első múlik. Kérdés, hogy lesz-e bármiféle tárgyalás az összefogás és a MOMA között. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.